Egyszerűbb feltételek mellett lehet igényelni az Agrár Széchenyi kártyát, és a hitelkeret is duplájára nőtt. A korábbi 25 millió forint helyett akár 50 millió forintot is igényelhetnek a gazdák. Az Agrár Széchenyi kártyát a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások, az erdővad és halgazdálkodást végző gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők kérhetik. A KKV hitelpiacon óriási probléma, hogy a vállalkozások nem tudnak elegendő fedezetet biztosítani hiteleikhez. Az Agrár Széchenyi kártya tárgyi fedezet nélkül is igényelhető, jó lehetőség kezdő vagy fiatal mezőgazdasági vállalkozások számára is. A kisebb cégek, egyéni vállalkozások akár 15 millió forint kölcsönhöz is juthatnak, a maximum 50 millió forintos hitelkeret pedig a nagyobb agrárprofilú cégeknek kedvez. Az Agrár Széchenyi kártya konstrukció kapcsolódik a kormány vidékfejlesztési programjához, amelynek elsődleges célja, hogy az agráriumot helyzetbe hozza, növelje a mezőgazdaság versenyképességét. Az Agrár Széchenyi kártya igénylésének feltételei számos ponton előnyösebbek a klasszikus Széchenyi kártyájénál, eltérnek attól. A kérelmezők hitelhez jutását minden esetben az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása segíti. Köszöntöm a stúdióban Krizsán Lászlót, a Széchenyi kártya program koordinálását végző Kavosz ZRT vezérigazgatóját. Jó estét kívánok, köszöntöm. Mielőtt az agrárkártyáról kezdenénk beszélni, azért ejtsünk néhány szót magáról a Széchenyi kártya programról, hiszen 13 éves múlttal rendelkező programról beszélünk. Ha egy gyors mérleget kellene vonnia, ön mit tekint az elmúlt 13 év legnagyobb eredményeinek? Hát gyors mérleget nehéz húzni, számokból könnyebb lefordítani, túl vagyunk az 1500 milliárd forintos államhatáron, túl vagyunk több mint 300 ezer vállalkozói igénylésen, és az, hogyha belegondol, Magyarországon egy ilyen 6-700 ezer az a vállalkozói létszám, aki egyáltalán működik, ugyan a KSH mindig 1.100.000-at ír, de ezt ne tekintsük szerintem irányadónak, és ebből 225 ezer már át is vették a kártyájukat. Tehát ilyen szempontból egy nagyon meghatározó termékkörről beszélgetünk, és hogyha más nem tartok, hogy egy dolgot ki kell emelni a sikerek közül, akkor az egyértelműen az, hogy a Széchenyi kártya az gyakorlatilag egy ismert, ikonikus szóvá vált az elmúlt évtizedben Magyarországon, és a Széchenyi kártya program az önmagában minden vállalkozó fejében valahol ott van. Ez nagyon komoly eredmény. Az, hogy a vállalkozók azt is elhiszik nekünk, hogy mi nem bankként funkcionálunk, és nem államként funkcionálunk, hanem mi egy megoldást kívánunk adni a napok mindennapok problémáira. Ez látszik abból, hogy melyik terméket milyen intenzitással nyúlnak hozzá, melyiket hogyan nézik meg, és hogy hogyan használják azt fel. És én azt hiszem, hogy ez a 6 termékből álló balett, amiben van folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházáshitel, a bejátszásban is említett Agrár Széchenyi kártya, illetve az uniós támogatásokhoz felhasználható önerő és előfinanszírozó hitel. Ez a 6 termék, ez mind-mind egy meglevő problémára ad valami fajta megoldást, ami egy vállalkozót a napi életében érheti, vagy a konkrét programja, projektje, ötlete, vagy a cége kapcsán bármikor érintheti őt. Amit elmond, abból jól látszik a kártyaprogram fejlődése. Változott-e a célcsoport is, hiszen eredendően kifejezetten kis- és középvállalkozások részére indították a programot? A helyzet rosszabb után de csak a mikrókra szólt eleinte. Az értékhatár 1 millió, aztán 5 millió forint, ez nagyjából azért behatárolta azt a kört, aki azt igénybe vette. De aztán ez ment föl 10-re, 25-re, 50 millió forintra most a két hét óta. Tehát ez most már mindenféleképpen értékben nagyon befogja azt a kört, akit ez érinthet. Egyébként a tipikus vállalkozó, a magyar tipikus vállalkozó, főleg a vidék vállalkozói, ők egyértelműen sokkal kisebb összegbe gondolkodnak, tehát itt ilyen mindig röpködnek a milliárdos hitelek, meg a 100 milliós hitelek, szó nincs róla. A tipikus vállalkozó Magyarországon 5 millió és 20 millió forint között szokott általában hitelt felvenni, hogyha a konkrét projektje van, vagy valami nagyobb beruházásba fog bele, gépet vesz, telephelyet bővít, akkor el tud menni ez egy ilyen 40-50 millió forint környékére, ennél sokkal több általában nem szokott kellene egy projekthez. Az agrár, a
Az összegek mellett folyamatosan a bürokrácia csökkentés a legfőbb eszmei vonzerőnk, hiszen nem érdekünk az, hogy sok papírt kelljen gyártatni a vállalkozókkal, megcsináljuk egyrészt helyette, másrészt pedig levisszük a lehető legkevesebbre, amit ebből használnia kell. És ami fontos, az, hogy próbáltunk minden szektorra kiterjedni. Tehát nem csak a normál napi vállalkozókat, hanem elmentünk más irányba pályázatokat, uniós pénzeket felhasználó cégek felé, elindultunk az agrárium felé, ami egy kicsit nekünk is új szektor volt, és nagyon sokat kellett tanulnunk, és megfelelő alázattal merem azt mondani, még mindig tanuljuk az agráriumot, de én egy nagyon, nagyon hálás és nagyon komoly kitörési pontnak érzem Magyarország számára az agráriumnak a létét, az agrárvállalkozásoknak a megindulását, és én azt hiszem, és hinni akarom azt, hogy az agrárium lesz az igazi kitörési pontok egyike Magyarország számára, és ez látszik egyébként a mi számainkon is, hiszen az Agrár Széchenyi Kártyában folyamatosan dübörgősen megyünk fölfele ezekben a számokban, és ez nekünk azért egy jó visszajelzés, mert ebből látjuk azt, hogy igen, erre szükség van, és az Agrár Széchenyi Kártya kicsit önálló csövön is van a Széchenyi Kártya program elemein belül is egyébként, hiszen más minisztérium foglalkozik vele, más a garantőri szervezet, aki mögött áll, de ettől függetlenül a termék maga a kedvezményeivel ugyanazt kell, hogy jelentse, legolcsóbb legyen, leggyorsabban és legkevesebb papírmunkával, legjobb fedezettséggel kell lennie mindig. Mi az, amiben még más, mi az, amiben könnyebb esetleg egy agrárvállalkozónak Széchenyi kártyahitelhez jutnia? Hát nézd, az agrárium az mondom egy speciális szektor, és nagyon sok olyan kötöttség terheli őket, amit egyébként egy normál vállalkozót nem. Van egy támogatásokra kirót úgynevezett de minimis korlát, hogy mennyit vehet fel egy vállalkozó 3 éven keresztül állami támogatást. Ez az agráriumban nagyon-nagyon alacsonyan van húzva. Egy normál vállalkozásnál 200 000 euró, tehát több mint 60 millió forint, az agráriumban ez 7500 euró, tehát nagyon-nagyon kisértékű támogatásokat lehet fölvenni, ezért is van az, hogy a Széchenyi Kártyában itt a kisebb értékű támogatások és kisebb értékű kártyák mennek ki, de ez nagyon jó, mert igazából egy vállalkozó, mindegy, hogy erdővad hallgazdálkodó, hogy növénytermesztő, állattenyésztő, mindegy, hogy őstermelő, fiatal gazda, családi gazda, vagy esetleg egy élelmiszerfeldolgozó nagyobb cég, azt tudomásul kell venni, és nagyon fontos elem, hogy ezek a cégek bármikor hozzá tudnak ehhez a forráshoz jutni. 4%-os kamattámogatás van az ő termékeny, az azt jelenti, hogy 1,5% fölött van egy kicsikével az éves nettó kamatunk, az éves nettó kamat, és azért ez fontos, mert a Széchenyi Kártya programban a kamattámogatások miatt ez milyen a legolcsóbb termék mindig a piacon levő termékek között. Mondok egy példát, a 6 termékből 2 esetében 0,85% az éves kamata, miközben van olyan termékünk, ami az uniós támogatásokhoz szükséges utófinanszírozást segíti valamilyen módon meg, a 0,35% az éves kamat, éves nettó kamat. Azért ez azt gondolom, hogy nagyon nem semmi, és ez mindez azért csináltuk meg, és azért próbáltuk meg ezt a gazdasági kormányzat felé lobbizni, és örültünk, hogy sikerült ezt elfogadtatni, mert ezzel lehet egy ilyen válság utolsó éveiben, azért 7 év válságon vagyunk túl, vagy vagyunk a vége felé, nagyon sokat szenvedett a vállalkozói kör, és nekik minden lehetőség, minden esélyt meg kell adni azt, hogy működjenek, tudjanak működni, eddig a túlélésért, most pedig a fejlődésért. Mi a helyzet a biztosítékokkal, tárgyi fedezet, vagy kezesség vállalás? Hát nézze, amivel az állam egy 80%-os viszontgaranciát, állami viszontgaranciát nyújt a bankok számára, ezért a bankok is sokkal rugalmasabbak e tekintetben. Tehát akár a hitelgarancia ZRT-n, akár az afgán, az agrárvállalkozásokat segítő garancia intézményen keresztül egy nagyon komoly olyan lökést kapott a program, hogy azok a bankok, akik korábban nagyon szigorúan kezelték azt, hogy kinek adnak hitelt és kinek nem, a Széchenyi Kártyában sokkal puhábban kezelik ezeket a vállalkozásokat. És ez egy nagyon fontos elem azért, mert azt gondoljuk, és azt szeretnénk gondolni, hogy ezzel a garanciával lehet igazából kitágítani ezt a kört, és hozzáférést adni minden vállalkozás számára. A vállalkozók pedig élnek vele. Nem visszaélnek vele, hanem élnek vele, és nekünk ez egy nagyon fontos visszajelzés mindig. Van lehetőség párhuzamosan többféle Széchenyi hitelt igénybe venni? Gondolok itt arra, hogy egy agrárkártyás mondjuk szeretne uniós pályázatot igényelni. Összevonhatók az elemek. Uh-huh. Tehát, hogyha
Ha nagyon durva szeretnék lenni, és nagyon optimális esetről van szó, tehát nem biztos, hogy ez az általános és jellemző, akkor 650 millió forintot föl lehet venni, tehát 300 millió forintot föl lehet venni hitelben. Ennyire olcsó kamatok mellett. Az előbb a fedezettségről még egy szót, azért hagyj térjek vissza annyiban, hogy a fedezettség tekintetében a folyószámla hitelnél 10 millió forintig egyáltalán nem kell semmifajta ingatlan behozni a hitel mögé, a fölött pedig 10 és 50 között pedig bankja válogatja, hogy kér vagy nem kér. Amikor válság dübörgött és nagyon erősen hangzott el, hogy most válság van, akkor a bankok persze óvatosabbak voltak, most már vége van a válságnak, most már igazából azt látom, hogy a sokkal jobban puhulnak és oldódnak a bankok is, de gyakorlatilag egy vállalkozónak nem kell mindig behoznia minden ingatlant, minden terhelés magára vennie, ha a cége elég jó, hiszen azért ez nem új cégeknek, nem ma induló cégeknek, ma induló start vállalkozásoknak való hitel, hanem már legalább egy éve működő, lezárt üzleti éve rendelkező vállalkozások számára egy jó lehetőség. És mivel az árbevétel egy fontos mérőszám nekünk, és azon keresztül tudjuk mérni a vállalkozásnak az életét és a munkásságát, ezért azt mindenféleképpen nagyon komolyan nézzük. És mondtam, hogy ahogy mondtam már korábban, magángarancia is kíséri az egész dolgot, tehát ilyen szempontból egy vállalkozó mindenféleképpen arra számíthat, hogy ha jó a cége, hogyha ő megbízható vállalkozó, hiteles vállalkozó, akkor nem kell behoznia otthonról nagyon sok túlfedezettséget. Visszatérve a második kérdésre pedig, arra törekedtünk mindig, hogy például az uniós pályázatoknál, ami azért Magyarország és a gazdaság szempontjából nagyon meghatározó volt az elmúlt 3-4 évben, és meghatározó is lesz a későbbiekben, a következő 7 évben, vagy 6 vagy 7 évben. Oda pedig olyan terméket hoztunk létre, akár az önerő problémára, ami ezzel nagyon erősen hatott az elmúlt 7 éves uniós ciklusnak egy legfőbb sírása és problémája mindig az volt, hogy lesz nekem önerőm, pláne, hogyha válság. Meg az utó finanszírozás. És a másik nagyon nagy gond az volt, hogy ha elnyertem egy pályázatot, akkor nem tudtam azt, hogy az unió nekem mikor fogja ezt a pénzt végre visszaadni, az én jogos pénzemet egyébként visszaadni. És erre pedig kidolgoztunk az önerő hitelünk mellett egy már elnyert uniós támogatás megelőlegező hitelünket, 0,85%-os éves kamattal és 0,35%-os éves kamattal. Ezeket az összegeket, ezeket a kamatterheket már ki lehet gazdálkodni nagyon egyszerűen, és minden vállalkozott nagyon-nagyon biztatok arra, hogy merjen kezdeni újra gondolkodni. Most azért 7 év válság után mindenkinek nagyon lepusztult a gépparkja, az eszközei, a technikája, a számítógépei, a gépkocsiai. Tehát mindenféleképpen meg kell próbálni megújulni ahhoz, hogy a válság utáni időszakot, a konkurenciával vívott harcot, azt föl lehessen venni, ez pedig csak és kizárólag nagyon profi gépekkel, nagyon profi eszközökkel lehet megcsinálni. Ezeket a pályázatokat nem sokára ki fogják írni, csövön vannak ezek a pályázatok, és azt gondolom, hogy ezekhez azt a pénzügyi eszközt megpróbáljuk megadni, amitől az önerő és az előfinanszírozás is megoldható lesz. És itt már nem csak agrárvállalkozásokról beszélünk, hanem minden típusú vállalkozásról. Nekem úgy tűnik, az elmúlt 13 évben azért a Széchenyi Kártya program próbált rugalmasan alkalmazkodni a piaci igényekhez és a gazdasági változásokhoz. Lehet-e már látni előre valamit, mondjuk a következő 5 évre? Mi az, amin gondolkodnak? Mert mindig innoválunk, és nem öncélon általában, hanem azért, mert a helyzet mindig adja magát. Tehát a gazdasági helyzet sosem egy statikus állapot, hanem mindig vannak benne változások, mindig történik valami. És a történésekre mindig reagálunk. Tehát mi általában a történéseket, amik elindulnak, akár gazdaságpolitikai, akár politikai, akár a világban történő bármifajta döntés, vagy lépés, vagy folyamat, ami megváltoztatja az emberek életét, a gazdálkodók, vállalkozók életét, az azonnal valamifajta reakciót vált ki a vállalkozásokból. Mi ezeket gyűjtjük össze. Napi 100-200 vállalkozóval találkozunk minden egyes nap a 300 irodánkban, kamara és FOSZ irodáiban. Tehát nagyon sok a visszajelzésünk, ezt mi összegyűjtjük egy ilyen kohéziós csomagban, és ezekre próbálunk megoldásokat és válaszokat adni. Tehát mindig van valami, ami történik, és mindig erre próbálunk megoldást adni. Hogyha önerőbb baj volt az uniós pénzekkel, akkor arra, hogyha agráriumban volt gond, akkor arra. Szerintem lesz még feladat is, és készítés arra a következő 1-2-5-10 évben, hogy olyan gondok, ha fölmerülnek, akkor tudjunk azokra megoldásokat és válaszokat adni. Csak egy példát mondok, és nem lelövöm a poént, de most tárgyalunk azon például a Vidékfejlesztési Minisztériummal, hogy azokat a gazdákat, akiket például jégkár ért, azokat hogyan lehetne egy különleges módszerrel még jobban megtámogatni, mert ők tényleg egy kényszerhelyzetbe kerültek. És ilyen helyzet mindig előfordulhat, akár a világ bármilyen dolga miatt, de akár az időjárás miatt is előfordulhat, és ezekre kell nekünk egy megoldást adni, ami egyébként vállalkozószerű, vállalkozószagú,
és a vállalkozók nyelvén megfogalmazott válasz. Ami az élő kapcsolat a vállalkozók és önök között, ez így ezt abszolút megadja. Krizsán László vezérigazgató úr, köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.